Működésének 10 éves jubileuma alkalmából a Hungarokontroll Magyar Légiforgalmi Szolgálat ZRT pályázatot írt ki azon települések számára, ahol kihelyezett radar állomásaik találhatók. Püspökladány város önkormányzata május elején az újonnan induló ifjúsági ház berendezésére, eszköz beszerzésére nyújtotta be igényét 1.300.000 forint értékben. A cég támogatásra méltónak ítélte a pályázatot, és alig egy hónap múlva már értesítették is a jó hírről az önkormányzatot és az ifjúsági ház vezetőjét. Ezután felgyorsultak az események az új intézmény létesítése körül. Az ifjúsági házban a felújítási munkálatok már nagyjából a vége felé járnak, tehát az utolsó simításokat végzik a munkások, hogyha lehet így mondani. Viszont nyilván ahhoz, hogy a fiatalok birtokban lehessék ezt az épületet, ahhoz megfelelő belső berendezésre, illetve udvari eszközökre van szükség. A pályázatot is ennek fényében írtuk meg. A pályázatunk alapján, amire benyújtottuk, leírtuk azt, hogy az ingatlan az önkormányzat tulajdonában áll. Segítségét kértük a középiskolánknak, hogy a felújításokat, festéseket, azokat végezzék el önköltségen. Ezt is úgy gondolom meg kellett, hogy osszuk a pályázat kiírójával, hogy az önkormányzat is, illetve az intézményeink is nagy mértékben segíti az ifjúsági háznak a megalakulását. Itt a pályázat, amire irányult, eszközbeszerzés volt a lényeg, ami azt gondolom, hogy egy nagyobb volumenű összeg. Itt gondolok például televízióra, DVD-re, internet bekötésekre, tehát olyan eszközbeszerzésekre, amelyek nagyobb tételeket tesznek ki az ifjúsági ház megalakításánál. A Bocskai utca 21 szám alatt lévő zsidó iskola a városközponthoz közel helyezkedik el, nagy zárt udvarral rendelkezik. Az épületen belül és kívül is számos lehetőség van arra, hogy különböző szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítsanak a fiatalok számára. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy egy nagyon-nagyon multifunkcionális diszkóhelyiséget, bármi más ilyesmit létesítünk, de televíziót, olyan székeket, asztalokat, pihenésre, társalgásra, közösségi életre alkalmas helyiséget szeretnénk berendezni ebből a forrásból, amelyet tényleg kicsit modernebb, kicsit színesebb és az ő igényeiknek megfelelő. Én azt gondolom egyébként, hogy ez a beszerzés, illetve ez a forrásfelhasználás nem feltétlenül egyből kell, hogy most megtörténjen a megnyitása. Az alap dolgokat, amit most a legelején most még szolgáltatni kívánunk, ezt megvásároljuk, tehát asztalokat, székeket, ami szükséges, és aztán a következő hetek, hónapok, amikor birtokba veszik a fiatalok az épületet, akkor mutatni fogják azt, illetve ha már mi is itt leszünk az épületben, hogy mik azok a napi dolgok, mik azok a berendezési tárgyak, mik azok az eszközök, amit hiányolnak, amit keresnek, amit kérnek. És ehhez nyilván alkalmazkodunk, ezt a forrást december 31-ig kell felhasználni, illetve elszámolni. Az ifjúsági házban működni fog egy iroda, ahol a megfelelő szakmai koordinációt biztosítják a programok szervezéséhez, lebonyolításához. A tervek szerint június 22-én 18 órakor tartják az ünnepélyes átadást, ahol szórakoztató és sportprogramokkal várják majd a fiatalokat. Mindenképpen szerettük volna, hogyha a nyári szünet elejére, valamikor június hónapban átadásra kerül az ifjúsági ház, és birtokba vehetik az épületet a fiatalok. A jelenlegi terveink szerint június 22-én pénteken este, illetve éjszaka kerül erre sor, és június 22-én 6 órától szeretnénk egy átadó ünnepséget, nem is ünnepséget, mert inkább egy fiataloknak szóló program sorozatot szervezni. A fiatalok rohamtempóban végzik az utolsó simításokat, az épületet már csak be kell rendezni, hogy minden felszerelés a helyén legyen a megnyitóra. A nagyteremben például nem terveznek sok berendezést, hiszen ez egy nagyobb közösségi térként funkcionál majd a jövőben, ahol számos programot le lehet bonyolítani. A folyosón és az előtérben kisebb ülőhelyeket kívánnak kialakítani a fiatalok számára. Ez a helyiség szolgál a konyhának, a konyhabútor megrendelés alatt áll. A főzőhely itt lesz kialakítva az udvaron. Azért kell konyhát is szervezni, ugye nyilván kell azért, mert az itt lévő fiataloknak azért szükségük lehet bármire,
illetve hogyha odakint tudnának főzni egymásnak mindenféle ilyen házi praktikákat átadni, akkor azért kell olyan eszközpar, kell olyan dolog, amivel itt ők is megtalálják a dolgokat, illetve hát a kinti főzéshez azért alkalmasnak kell tenni ezt a szociális helyiséget. A következő helyiségben tervezik az informatikai terem kialakítását, ezt pályázatokkal kívánják megvalósítani. Amíg az informatikai termet nem tudják létrehozni, addig társalgónak lesz kialakítva. A következő helyiség az iroda lesz, ennek megfelelően rendezik be, mellette pedig a lila szoba található. Ez a közösségi szoba, a lila szoba, ugye mi csak úgy hívjuk a lila szoba. Ebben a helyiségben több, tehát időszaknak megfelelően lehet használni. Itt szeretnénk kihelyezni egy nagy tévét, amit itt megtekinthetnek, amit csak éppen gondolnak. Ugye az épületben lesz kábel tévé, internet, wifi, telefon, tehát mindenféle olyan kommunikációs lehetőségre, vagy kommunikációra lehetőségük lesz. Bárki bejön a laptoppal, egyebekkel csatlakozhat wifivel, akkor itt éppen elvégezheti, amit éppen szeretne. És akkor ebben a teremben kicsit azért is kell komolyabb székekkel, asztalokkal berendezni, mert ha esetleg olyan tanácskozásra, munka megbeszélésre, ifjúsági közösségi programokra kerül sor, akkor ez lenne az a közösségi szoba, ahol ezeket megtehetik. Úgyhogy ezt a tervet is berendezzük. Már megvan a csocsóasztalunk, vannak dárcok, és ebédkivetítést meg lehet tekinteni, projektorral kivetítjük, hogyha szükséges. És akkor néhány órát el lehet tölteni itt is. Az előző ifjúsági házat közel 20 évvel ezelőtt zárták be, és azóta nincs egy olyan hely, ahol a fiatalok a szabad idejüket kulturált körülmények között tölthették volna. Idén nyáron azonban már különböző közösségépítő szórakozási lehetőséget kínálnak a fiatalok számára az egykori zsidóiskola épületében. Én nagyon fontosnak tartom, mert azért azt mindannyian tudjuk, hogy amikor eldöntötte a képviselőtestület, hogy megalakítjuk 20 év után az ifjúsági házat, hogy a gyerekeink tudjanak kulturált körülmények között együtt lenni, el tudják tölteni a szabadidejüket egy olyan helyen, ahol biztonságban lehetnek. Én azt gondolom, hogy ennek a felszerelése, ennek a kialakítása, ez nagyon fontos dolog. Az is nagyon fontos, ha főzni szeretnének, akkor ezt meg tudják tenni, ehhez természetesen olyan eszközökre van szükség, amit be kell, hogy szerezzünk, és ez az összeg, ez nagyon jó lesz arra, hogy felmérjük azokat a lehetőségeket, hogy akkor miket vásárolunk meg belőle. Az épület felújítási munkálataiból a Karacs Ferenc szakközépiskola diákjai is kivették a részüket, a Fidesz frakció pedig a takarításban segített. Ezen kívül természetesen több berendezési tárgyat ajánlottak fel városunk intézményei is az ifjúsági ház számára. Intézményektől már kaptunk berendezéseket, és az intézményektől különböző segítséget kaptunk különböző módon a jelenlegi állapothoz, fizikai segítséget, pénzügyi segítséget, berendezéseket, egyebeket, és ezt nagyon köszönjük, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekeink azok a következő években, évtizedekben itt fognak, reméljük, fölnőni, és itt fogják azokat a közösségeket létrehozni, amelyekben most még hiány szenved a település. A lakosságot is arra kérik, hogy ha vannak olyan berendezési tárgyak, kellékek vagy egyéb kiegészítők, amit fel tudnának ajánlani az ifjúsági háznak, azt nagy örömmel fogadják. A termek berendezése mellett azonban az udvaron is különböző szórakozási lehetőséget biztosító eszközöket helyeznek el. Ez egy nagyon jó adottságú udvar, a főzőhely itt lesz kialakítva, közel a konyha helyiséghez, ugye, hogy ezért a szükséges dolgokat elérjék, és akkor ezeken a területeken ugye le lehet ülni, helyezünk ki ülőalkalmatosságokat, kitesszük a lábtenisz, kitesszük a pingpongasztalt, a lengőtekét, és például a szabadtéri diszkót, illetve a többi ilyen dolgot, azokon az nagyobb területeken, tereken, meg hát bárhol, ahol a fiatalság kreatívan majd megtalálja a helyszínt, oda lehet menni. Ez egy nagyon jó zárt udvar szerintem, és használni kell, élni kell ezzel a dologgal. A munkálatok azonban még a megnyitó után sem érnek véget, hiszen felmérik azt, hogy mire van igénye a mai fiatalságnak. Bárki ötletét, véleményét szívesen fogadják. A nyitvatartási időt pedig a gyakorlat fogja megmutatni. A jelenlegi tervek szerint kezdetben hétfőtől vasárnapig nyitva lesznek hétköznap este 8-9 óráig, hétvégén, pénteken, szombaton pedig 10-11 óráig. Mivel a ladányi nyárral összhangba kell hozni az eseményeket, ezért itt péntek estére tervezik a nagyobb bulikat és rendezvényeket.